A fiatalok idén is vajdasági magyar költők versével vagy prózájával nevezhettek be. Ennek elsősorban az a célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a költőket, akikről a nevüket kapták az ilyen és ehhez hasonló találkozók. Bogdán József csókával készültem. Nagyon szeretem a verseket, és ez megtapintott, hogy érdekes és különböző, mint a többi versek, és engem ez így megérintett és tetszik. És ez szerintem nagyon jó, mert így akkor megismerik a vajdasági magyar irodalmat. Mondjuk ugye hát a névadók azok már nyilván nem kortárs költők, de mi azért igyekszünk a kortárs, a mai, a fiatal költőkre is fölhívni a figyelmet, mondjuk akár az ajándékkönyveinkkel, amit úgy válogatunk össze, hogy főleg a mostani a fórumnak a legújabb terméséből. Verebes Judit korábban több szavaló versenyen is megmérettette magát, ám ez alkalommal, mint mondta, a másik oldalról figyelte a résztvevőket. Ami úgy érzem, hogy az énre szórtam, az alapdolgokon kívül, mint a szövegtudás, a versválasztás és a hasonló dolgok, az a szövegnek az értelmezés és a szövegnek az úgymond átadása egyfajta hát színpadi módon, amit én mint színész tudok valamilyen szinten véleményezni, vagy adni hozzá, vagy valamit gondolni róla. Ez az előadás forma igazából, amit talán az énre szortom. Az eseményre egy óvodás és közel 50 általános és középiskolás versmondó jelentkezett.